Világviszonylatban is egyedülálló szűrőprogramot indít útjára uniós támogatással a szaktárca Magyarországon. A program hazai ismérveiről Szócska Miklós egészségügyét felelős államtitkár és Fogorasi András a program szakmai vezetője tartott tájékoztatót. Hazánkban közel 600 ezeren vannak az érintett korosztályba tartozó 0 és 7 éves kor közötti gyerekek. A statisztikák szerint egyharmaduk nem kap, vagy nem kap időben korai fejlesztést, noha szükség lenne rá. A kisgyerekkori komplex szűrőrendszer, ami a szülői tapasztalatokra is épít, változtathat ezen az arányon. A programot, ahogyan az ország minden részében, Vasban is segítik majd a házi orvosok és védőnők. A felmérés 2,5 évig tart, valamint 2,5 milliárd forintba kerül majd.